Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Megállapodás a régió megyei szövetkeztek Paks 2-vel. Tömegbaleset, 8 autó rohant egymásba Dombóvárnál a ködös időben. Karácsony, a kereskedőknek ez az időszak a Kánaán. Segítség a rászorulóknak, több mint 400 cipős doboz gyűlt össze Szekszárdon. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Magyarország és a Dunántúli régió szempontjából kiemelt fontosságú nemzeti beruházása a Paks 2 projekt sikeres megvalósítása, mondta Süli János. Ennek érdekében a miniszter egy 5 oldalú együttműködési megállapodást írt alá Baranya, Tolna, Somogy és Bács-Kiskun megye közgyűlési elnökeivel. A szándéknyilatkozat kiterjed a gazdaság, az oktatás, az egészségügy, valamint a kultúra, sport és turisztika területére is. Baranya, Tolna, Somogy és Bács-Kiskun megyei elnökök ültek egy asztalhoz Süli Jánossal. Paks 2 tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztere egy 5 oldalú együttműködési megállapodást írt alá a megyék vezetőivel. A szándéknyilatkozat kiterjed a gazdaság, az oktatás, az egészségügy, valamint a kultúra, sport és turisztika területére is. Madaras Zoltán elmondta, turisztikai szempontból már konkrét tervek vannak, melyek Baranyát érintik. Az elnök hozzátette, orosz nyugdíjasok érkeznek majd a megyébe. Úgy gondolom, hogy ez Villánynak, Pécsnek, a történelmi emlékhelyeknek, akár Szigetvárnak, vagy azon túl is, még Mohásnak is, ez nagy lehetőség lesz. Ezt kell nekünk jól koordinálnunk, és őfent azt tudom mondani, hogy össze kell fognunk, és fel kell készülnünk, mert hogyha azért az orosz turisták megindulnak, ők nem kettesével fognak jönni. Az együttműködés kapcsán Fehérvári Tamás hangsúlyozta, ez az aláírás is mutatja, milyen jó a kapcsolat a dél-dunántúli megyék között. A Tolna megyei önkormányzat elnöke kiemelte, nem akarják kisajátítani az atomerőművet. Viszont azt tudjuk, hogy azért Paks Tolna megye, és azért a paksi eredmények az megye életében jelentősek és nagyon fontosak, de azt gondolom, hogy ez egy kollektív munka lesz. Hát Tolna megye nem fogja tudni kielégíteni az atomerőmű munkaerőpiaci igényeit, nem fogja tudni kielégíteni a település szerkezetben felmerülő igényeket, ezen dolgozunk. Így nyílik lehetőség a Paksot körülvevő megyék vállalkozóinak és munkavállalóinak bekapcsolódni az épülő új atomerőművi blokkok munkálataiba. Mint azt Süli János elmondta, az új blokk modernebb, kevesebb munkaerőt igénylő beruházás, a már meglévő blokkban pedig hosszú távon csökkenni fog a foglalkoztatás. Ennek megoldásában is segít az együttműködés. Ezt úgy kell megalapozni, hogy mire az 1-4 blokk áll le, addigra egyéb más lehetőség is alakuljon ki a régióba, a megyébe és a 4 megyébe, hogy azt a folyamatot, amit most láttunk, hogy Győr, Debrecen, Tatabánya, Kecskemét, az milyen fejlődésen esik keresztül, hogy egy közel hasonló produkáljunk a 4 megyére vonatkozóan. Az eseményen elhangzott Magyarország és a dél-dunántúli régió szempontjából kiemelt fontosságú nemzeti beruházása a Paks 2 projekt sikeres megvalósítása. Annak érdekében, hogy az elkövetkező évtizedekben tervezetten, átgondoltan fejlődhessen a térség, szükséges egy ilyen több oldalú együttműködés. Az építőanyag áremelkedések miatt több 10 millió forinttal ki kellett egészíteni az egyes fejlesztések költségvetését Tolnán. A Dunapart felújításánál tartalomcsökkentéssel oldották meg a probléma egy részét, vagyis kevesebb játszótéri elemet építettek be, de az oktatási intézmények energetikai felújításánál és az idősek napközijének bővítésénél a hiányzó 40 milliót elő kellett teremteni, ezért részben használaton kívüli ingatlanokat értékesített a város, részben hitelt vettek fel. Néhány 10 millió forintot, ugyan 3 projekt esetében azért az sem kevés. Még tudtunk pótolni, de még előttünk áll a következő évben 2 nagy projekt, ugye a játszóház és a kerékpárút, amihez én azt gondolom, hogy a kormány segítsége nélkül nem fogjuk tudni előteremteni a hiányzó összeget, tehát ott már 100 milliós nagyságrendről beszélünk.
A kormány döntése szerint a szemétdíj összege jövőre is változatlan marad, de költségvetési forrásból milliárdokkal kell kisegíteni a súlyosan veszteséges Kuka Holdingot, bár költségvetési forrásból újra és újra milliárdokat kell átcsoportosítani a hulladék gazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásához, a kormány továbbra is kiemelt fontosságúnak tekinti a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését. Több mint 400 ajándékkal teli cipős dobozt adományoztak a szekszárdiak a helyi humán szolgáltató központ ügyfeleinek a Babits Mihály Kulturális Központ által indított jótékonysági program során. A kulturális központ évek óta szervezi és bonyolítja a városban a cipős doboz akciót, amiben minden évben egyre többen vesznek részt. Egy közös kép az egyik csomaggal a kamerák keresztüzében. A gusztusosan előkészített cipős dobozokba szinte bármit tehettek az adományozók. A lényeg az volt, hogy az ajándékok között ne legyen romlandó élelmiszer és gyógyszer vagy gyógykészítmény. A szekszárdiak által összegyűjtött adományokat a helyi humán szolgáltató központ ügyfelei kapják meg. Nagyon-nagyon hálásak, és mindig szokott visszajelzés is érkezni, tehát a tavalyi vagy a tavaly előtti ilyen akcióval kapcsolatosan, hogy mennyire nagyon örültek, hogy mennyire klassz ajándék volt benne, sőt, van, aki ügyfél kisgyerek jön valamikor, és akkor mutatja, hogy nézd, ezt hozta nekem a Jézuska, és hogy milyen klassz, és azóta ez a kedvenc mesekönyvem. A cipős doboz akciót a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ szervezi meg már több éve. A központ vezetője azt mondja, bár a jótékonykodás nem tartozik szigorúan a feladatai közé, mégis szívesen segítenek másokon. Annál nagyobb öröm, hogy ezzel tényleg boldoggá és örömteli perceket tudunk szerezni családoknak és gyermekeknek. Szerintem ez a legfontosabb. Mi a kulturális központtal minden jó ügyet kívánunk szolgálni. Ugye nem ér véget a Szekszárd közigazgatási határánál a Babits Kulturális Központ tevékenysége. Mi tényleg a jó ügyek mellett lobbizunk, a jó ügyek mellett kiállunk, és ezután is ki fogunk állni. Tavaly 350 ajándékkal teli cipős doboz gyűjtöttek össze a szekszárdiak, idén több mint 400-at. Ács Rezső, a város polgármester azt mondja, ez jól mutatja, hogy a Tolnai megyeszékhelyen élők össze tudnak fogni, ha kell egy jó ügyért. Biztos vagyok benne, hogy az idei karácsony is minden család számára, akinek talán egy kicsit nehezebb ez az időszak, még melegebb, szívmelengetőbb és még felemelőbb lesz majd. Köszönhetően Szekszárdváros közösségének és adakozóinak, és az is nagyon fontos, hogy meghallgatják azt, hogy mit kell és mit nem szabad beletenni a csomagba, és hogyha megnézzük mögöttem, akkor látszik, hogy nagyon ízlésesen szépen becsomagolták ezeket az ajándékokat. A szekszárdi humánszolgáltató központ munkatársai a tervek szerint az összes cipős dobozt eljuttatják a rászorulókhoz péntekig. A karácsony előtti forgalom évről évre növekszik, de már nem csak a boltok forgalma, a legdinamikusabb bevételemelkedést a webkereskedelem produkálja. A Kereskedelmi és Iparkamara adatai szerint közel 500 milliárd forintos forgalmat produkálnak. Az év 11 hónapját a vállalkozó dolgozik, és fenntartja a boltját, a 12. hónap, amikor meghozza a nyerességét, az adóját, meg minden egyéb költségét. A felmérések szerint a kereskedelemben az éves forgalom egyharmada ebben az időszakban folyik be. Ez az egyetlen hónap, amikor a vállalkozások nyereségért dolgoznak, mondja Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az elmúlt időszakban egyértelművé vált, hogy évre-évre nő. Általában olyan 4-5%-os növekedés jelent az előző évhez viszonyítva. Ez egy nagyon jelentős összeg, de ez már nem csak a kereskedelmi egységekben lebonyolított, hanem a webáruházoknál is. A webforgalom meredeken emelkedik évről évre. Idén is várhatóan az elmúlt évhez képest negyedével emelkedik majd a forgalom. Egy olyan 500 milliárd forintot jelent körülbelül. A webáruházi vásárlásnak megvannak a veszélyei, mondja Fischer Sándor. Megszámlálhatatlan esetben a kereskedelmi egység egyik percről a másikra eltűnik, és a sok esetben silányárú varmára vevő nem tudja a garanciáját érvényesíteni. Országszerte adóellenőrök keresik fel az adventi vásárokat, az ünnepi kitelepüléseket és a különféle árusító helyeket. Adóhivatali vizsgálódásra szinte minden olyan gazdasági szereplő számíthat, amely ajándékot vagy a karácsonyi készülődéshez szükséges portékát kínál. A fenyőfárusok mellett például a henteseket, az élőhalkereskedőket, a zöldségeseket, az édességet kínáló vállalkozásokat és az ajándékboltokat is felkereshetik mostanában az ellenőrök. Elegendő hal lesz idén az ünnepekre, a közepesnek mondható haltermés ellenére az árak tavalyhoz képest csak mintegy 5-7%-kal emelkednek.
közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A drágulás hátterében több tényező áll, például a termelési költségek emelkedése, a dráguló takarmány, az aszály, a kötelező béremelés és a súlyadó rendelet kedvezőtlen hatása. Ennek ellenére a drágulás mértéke az országban sehol nem haladja meg a 10%-ot. Több baleset történt Tolna megyében szerdán a Nagyködben. 8 autó rohant egymásba Dombóvár és Tamási között a 61-esen, Kurd és Csibrák között pedig egy autós valószínűleg a köd ellenére túl gyorsan hajtott és felborult. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy ilyenkor télen a vezetőknek figyelemmel kell lenniük a megnövekedett fékútra, a gumiabroncsok csökkent tapadására, ezért ajánlott nagyobb követési távolságot tartani. Szinte tejköd lepte el Szekszárdot és környékét szerda reggel. A hatos úton készült felvételeken jól látszik, milyen rosszak a látási viszonyok. A reggel történt balesetek számából kiindulva, sokan nem az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekednek, mondja Komlósiné Kis Anett rendőrségi szóvívő. A mai napon ez idáig már 7 közlekedési baleset történt Tolna megye útjain, amelyek közül az egyik legérdekesebb és talán látványra is az egyik legrosszabb volt, az a 61-es számú főúton történt Dombóvár térségében a reggeli órákban. Ebben a balesetben összesen 8 személygépjármű, illetve tehergépkocsi szenvedett valamilyen balesetet. 2 jármű ütközött össze első alkalommal, majd ennek következtében, hogy a többi autó a balesetet elkerülje, belecsúszott az árokba, illetve jött egy másik tehergépkocsi, aki közlekedett szabályosan az úton, viszont a mögötte lévő személyautó már nem tudott megállni, és ugyanaz az útszakaszon beleütközött a járműbe. Kurd és Csibrák között is történt baleset, ott egy autós valószínűleg túl gyorsan hajtott és felborult. Az autóban utazó nő súlyos bordatöréseket szenvedett. A rendőrség szóvivője azt mondja, ebben a ködös időben, vagy éppen havazáskor érdemes minél nagyobb követési távolságot tartani az előttünk haladótól, és lassabban hajtani, akár lakott területen kívül is 50-60 km/h. Másik nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy megfelelően felszerelt, téli időjárásnak megfelelően felszerelt gépkocsival közlekedjünk. Ez azt jelenti, hogy a gumiabroncsoknak a mélysége olyan legyen, amellyel biztonsággal meg tudunk állni. Csütörtökön folytatódik a borongos, hideg idő, a nap során ónos eső bármikor előfordulhat az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. Pénteken azonban enyhülés kezdődik. Majd minden esztendőben katasztrófához vezet a figyelmetlenség, legutóbb Dombóváron okozott tüzet az őrizetlenül hagyott adventi koszorú, a várakozás időszaka után pedig a karácsonyfák jelentenek veszélyforrást. A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, ne hagyjanak őrizetlenül égő gyertyát se koszorún, se karácsonyfán. Természetesen az adventtel nincs vége a veszélyeknek, bár ma már egyre kevesebb helyen divat, de azért még előfordul, hogy karácsonyfára is gyertyát helyeznek. Nem tilos, de nagyon-nagyon figyeljünk oda, soha ne hagyjuk egy percre se felügyelet nélkül, mert nagyon könnyen meggyulladhat. A másik veszélyforrást a karácsonyfán elhelyezett égők jelentik. Itt a legfontosabb az, hogy csak megbízható forrásból származót vásároljunk, és ezzel elkerülhetők a balesetek. 120 alkotás érkezett a szekszárdi polgármesteri hivatalhoz annak a pályázatnak eredményeként, melyet a hivatal írt ki, és amiben a gyerekeknek a Béla király téri adventet kellett feldolgozniuk. A legjobb rajzból képeslap készült. Ez az a képeslap, amin a győztes rajz látható, Varga Léna az alkotója. A zsűri nehéz helyzetben volt, mint ahogy ez mindig lenni szokott. 120 pályamunka érkezett be a város felhívására, ebből választották ki a legjobb munkákat. 6 oktatási intézmény 3. és 4. diákjai küldték el alkotásaikat. 11 rajzot választottunk ki, akik az utolsó körben maradtak, és nagyon nehéz volt azt az egyet kiemelni közülük, és nem is akartunk a másik 10 között különbséget tenni, úgyhogy mindannyian fognak egy kis ajándékot kapni most. Lénáiknál egyfajta tradíció, hogy indulnak ezen a pályázaton. 2 évvel ezelőtt az idősebbik testvér rajza került a város képeslapjára. Ez inspirálta a kislányt is. Az alkotó pedig Varga Léna, Baka Általános Iskola 3. osztályos tanuló. Én is valamennyire szerettem volna, úgyhogy én is ennyire ügyes vagyok, és hogy én is meg tudom ezt csinálni. Nyilván nagyon örülök neki, hogy én nyertem. Teljesen nem számítottam rá, görcsbe volt a hasam, nem tudtam.
de nagyon örülök, hogy ő is itt ült, és hogy látta, hogy én is képes vagyok ilyenre. Léna sokáig gondolkodott, meséli, hogy mit is rajzolhatna, aztán megjött az ihlet, és innen már könnyű volt a dolga. A régió híreivel folytatjuk. Somogy gazdaságáért, a megye fejlődéséért sokat tevőket díjazták. Önkéntes alapon végezték a munkát, játszóteret újított fel a Hauni Hungária Bécsen. Különleges technikaóra, élményközpontú pályaválasztási segítség. A kaposvári villamossági gyár kapta idén a Somogy gazdaságáért díjat, emellett gazdára találta Somogy gazdaságáért életműdíj is, amelyet Makkó Istvánné és Gerber András vehetett át. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a tagok évről évre elismerik azoknak a vállalkozóknak a munkáját, akik sokat tesznek a megye fejlődéséért. Nem volt véletlen az, amikor 90 évvel ezelőtt elhatároztuk azt, hogy valamikor ilyenkor évvége táján adjuk meg azt a tiszteletet és megbecsülést azoknak a vállalkozásoknak, akiket a szakma saját maga választ ki maguk közül, és méltatja a tevékenységüket. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége évről évre díjjal ismeri el a kiemelkedő szerepet játszó vállalkozásokat. A somogyi gazdaság legjobbjai között elismerést vehetett át a kaposvári villamossági gyár ügyvezető igazgatója. Szalai Gyula híradónknak elmondta, a cég immár 50 éve foglalkoztat kaposvári és környékbeli dolgozókat, és erre a legbüszkébbek. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 10 év és az utolsó 10 év a folyamatos fejlődésé, az innováció és a beruházásoké. Ezen belül nagyon jó volt átélni a 2008-as problémás időszakot, és gyakorlatilag a 2010-es év után a folyamatos fejlődés árbevétel és eredmény oldaláról azt gondolom, hogy nagyon büszkévé tesz bennünket. Ezen belül is kiemelném a 2017-es 25%-os árbevétel növekményünket és a 2018-as 16%-os eredmény növekedést. Gazdára találta a Somogy gazdaságáért életműdíj is, amelyet idén a Videoton vezetője Gerber András, valamint Makkó Istvánné a Lédi Kft. Vezetője vehetett át. A kaposvári vállalkozás igényes ruházati termékeivel vívta ki magának az elismerést. Sokkal kisebb létszámmal, de nagyon stabil, olyan külföldi cégeknek dolgozunk. Hazai piacon nagyon ritkán fordulunk elő, hazai piacon nem azt a minőséget keresik, és hát azóta folyamatosan legfőképpen Németország meg Ausztria. Németországban is a müncheni jellegű, tájjellegű ruhákat készítjük, ami nem csak egyszerű ruha, ezek mind olyan öltönyök és kosztümök, nőknek kosztümöt készítünk, a férfiaknak zakókat, amelyek nekik az ünnepi viseletük. Az ünnepségen a kamara vezetősége köszöntötte a 25, illetve az annál régebb óta kamarai vállalkozókat is. Felújított játszóteret adtak át a pécsi Honvéd téren. A feladatot a Hauni Hungária dolgozói önkéntes munkában vállalták. A kerítésfestésen kívül a legnagyobb játékelem cseréjét is elvégezték. A cég meghatározó helyi gazdasági szereplőként most a helyi közösségek támogatását is felvállalta. A játszótér felújítása az önkéntes napok sorozat egyik idei utolsó állomása volt. Ezt a játszóteret újították fel a Hauni Hungária munkatársai. Kerítést festettek, és a nagy játéképítmény legnagyobb elemét cserélték ki. Ezt a játszóteret csaknem 50 munkatársuk önkéntesen szépítette meg egy nap alatt. A játszótér felújítása az egy része volt a második önkéntes napunknak, amit idén októberben szerveztünk. Tehát igazából nem csak maga a játékelem az, amit a Hauni Hungária adományozott a játszótérnek és a játszóteret élvező gyerekeknek, hanem igazából itt a környező munkákat, a festést és a tereprendezést is a Hauni Hungária önkéntes munkatársai vállalták, természetesen a Biocom szakszerű segítségével. A gépgyártó cég Pécs és a megye egyik legnagyobb munkaadójaként egyre nagyobb szerepet vállal a helyi közösségek támogatásában, akár a környezet rendbetételéről legyen szó. A helyi gazdasági szereplők és a közösség együttműködésének fontosságát hangsúlyozta Őri László alpolgármester a helyszínen. Ezzel
vállalás, ami felelősségvállalásból is jó példát mutatott a Pécsett működő vállalkozások számára is, hiszen a cég több mint 40 önkéntese munkavállalói egy munkanapot áldoztak arra, hogy itt a kezük munkájával szépítsék meg ezt a közösségi teret. Ezt egészítették ki a környéken élők, valamint Kövessi Mária önkárti képviselő támogatásával azon összefogás keretében, amelynek az eredménye ez a megújult játszótér itt a Honvéd téren. A Hauni az önkéntes napok sorozatuk alkalmával közel 150 munkatársat vont be a nemes feladatba. Eddig fát ültettek a Pécsi Blanka téren, az állatkertben is segítettek önként vállalva, és most a Honvéd téri játszótér felújítására esett a választás. Jövőre folytatják az önkéntes munkát. Raktárnak álcázott luxusüzlet tulajdonosait fogták el Baranyában. A hamis divatruházati termékekkel kereskedő baranyai párost épp egy szállítmány kicsomagolásakor érte tetten a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az elkövetők egy szűk törzsvásárlói körnek kínálták a Törökországból beszerzett hamis ruhákat. A vevőket a lerobbant raktárépületben egy exkluzív kialakítású bemutatóterem várta, ahol telefonos bejelentkezés után válogathattak a luxus holmik másolatai között. A kereskedők a több százezres eladásokat feketén bonyolították, bevételeik után adót nem fizettek, az üzletben pedig még pénztárgép sem volt. A felső kategóriás olasz és francia divatmárkákat utánzó termékek már az előzetes szakértői vélemény szerint is a vásárlók megtévesztésére alkalmas hamisítványok. A nyomozóhatóság jelenleg jelentős értékre elkövetett iparjogvédelmi jogok megsértése miatt nyomoz. Itt egy pontos elkövetési értéket még nem tudunk mondani, ugyanis majd a végleges szakértői vélemény alapján állapítjuk ezt meg, illetve a szakértő állapítja meg, és mi az alapján fogunk tudni vagyoni hátrányt megállapítani, de ami már most így előzetes becslések alapján valószínűsíthető az az, hogy egy közel 10 millió forintos elkövetési értékre lehet számítani. Különleges technikaórát tartottak a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosoknak a Pécsi Cipernovszki szakgimnáziumban. Világító és villogó fenyőfát készíthettek a biztosított alapanyagokból a fiatalok a szaktanárok felügyeletével. Így szeretnék népszerűsíteni az elektrotechnikai szakmákat a pályaválasztás előtt állók körében, amihez csatlakozott a helyi iparkamara. Nyolcadikosok szorgoskodnak a Cipernovszki szakgimnázium elektrotechnikai műhelyében. Egy ilyen világító karácsonyfát kell összerakniuk az elektronikától kapott alkatrészekből forrasztó segítségével. Ez a fiú azt mondja, szeretné ezt a szakmát tanulni. Gondolkodtam ezen is, hát a Cipernovszkiban is, meg az 5-8-ban is gondolkodom még. Először az elsősöknek szerveztek ilyen elektrokarácsonyt az iskolában, majd kitalálták a rendhagyó technikaórát a pályaválasztás előtt állóknak, hogy megismertessék és megszerettessék a műszaki szakmákat velük. Tavaly volt először, hogy nyolcadikosokra is ezt kiterjesztettük, tehát külső iskolákból, akiket ez a szakma esetleg érdekel, vagy látnak benne valami fantáziát, hogy picit kipróbálhassák magukat. Hát ugye a lényege az a dolognak, amiről beszéltünk is, hogy egyfajta élményt kapnak. Van egy kis produktum, amit ha elkészítnek, akkor megvan az a sikerélmény, hogy nekik ezt sikerült megcsinálni, és tanulnak is belőle reményeink szerint. A pályaválasztást segítő programhoz a helyi iparkamara is csatlakozott támogatóként. Egyik önkéntes tagjuk biztosította az alkatrészeket. Adventi a hangulat, de nagyon-nagyon komoly szakmai tartalommal töltötte fel a szakgimnázium ezt a délutánt. Végzős diákokat is segítségül hívott, úgyhogy minden gyermeket próbálnak segíteni, hogy sikeresen meg tudják valósítani ezt a világító fenyőfát. Nagy volt az érdeklődés. Éppen ezért jövőre újabb csoport érkezik a Cipernovszkiba. Rögtön januárban vehetnek részt egy hasonló eseményen. Azért, mert februárban már arról kell dönteniük, hogy hol tanulnak tovább. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Megállapodás, a régió megyei szövetkeztek Paks 2-vel. Tömegbaleset, 8 autó rohant egymásba Dombóvárnál a ködös időben. Karácsony, a kereskedőknek ez az időszak a Kánaán. Segítség a rászorulóknak, több mint 400 cipős doboz gyűlt össze Szekszárdon. Csütörtökön borongós, hideg idő ígérkezik, nem emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet, a nap folyamán kisebb ónos eső bármikor előfordulhat.
Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!